Köszöntöm Önöket, az Egészség mentén című magazin műsorunkat látják. Mai adásunk témája a központi idegrendszert támadó szklerózis multiplex, annak tünetei és okai. Vendégem ismét dr. Ilnicki Sándor, neurológus, köszöntöm a stúdióban. Üdvözlöm a kedves nézőket! Mi pontosan ez a szklerózis multiplex, milyen betegségről van szó? A szklerózis multiplex az egy olyan krónikus, tehát idült központi idegrendszert támadó betegség, ami az agyat és a gerincvelőt, pontosabban annak is a fehér állományát betegíti meg, ahol az idegpályák futnak. Gócos gyulladások alakulnak ki, amelyek után a hegeket hagynak maguk után, és attól függően, hogy ezek a gócok hol vannak, hol alakulnak ki, különböző tünetekben jelentkezhet a betegség. Mennyire gyakori ez a betegség hazánkban, vagy akár világszerte? A szklerózis multiplex a neurológiai betegségek közül nem tartozik a leggyakoribbak közé, úgy mondanám, hogy közepesen gyakori. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon kb. 8-10 ezer betegre lehet számítani. Egy érdekesség az, hogy például az eloszlása földrajzilag nagyon egyenetlen, az egyenlítőtől észak felé távolodva egyre gyakoribbá válik a betegség. Tehát Skandináviában például sokkal gyakoribb, mint Dél-Európában. Mi lehet ennek az oka, tudnia, hogy mi váltja ki ezt a betegséget? Hát ha röviden akarok válaszolni, akkor azt mondom, hogy nem. Ha kicsit részletesebben, akkor azt mondanám, hogy több oka is lehet, több feltételezés van. Ezek közül a két legfontosabbat említeném, az egyik a genetikai, örökletes tényezők szerepe, a másik pedig a környezeti faktorok hatása, ami például megnyilvánulhat abban is, hogy észak felé valami miatt gyakoribbá válik. Milyen életkorban szokott kezdődni ez a betegség? Általában fiatal életkorban, ami azt jelenti, hogy többnyire 20-30 év között elkezdődik, és utána krónikus lefolyást mutat, tehát évek során visszatérő rosszabbodások jelentkeznek a betegnél általában, ami azt jelenti, hogy néhány héten keresztül komolyabb tünetek vannak, utána ezek maguktól is, kezelés nélkül is csökkennek, valamennyit visszahagynak maguk után. Aztán lehet, hogy eltelik egy-két év is akár anélkül, hogy a betegség jelentkezne, és egy újabb, esetleg más tünet formájában nyilvánul meg ismét, amiből megint visszamaradnak tünetek. Melyek ezek a leggyakoribb tünetek? Milyen panaszok esetén kell gondolni erre a betegségre? Az első tünetek között viszonylag gyakori a féloldali látásvesztés, vagy látás elhomályosulás, ami többnyire néhány óra vagy egy-két nap alatt alakul ki, úgyhogy előtte az illetőnek semmiféle látási problémája vagy egyéb baja nem volt, és ez akár a teljes féloldali vaksághoz is vezethet. Na most ez a panasz általában az előbb említettekhez hasonlóan néhány hét vagy hónap után magától is el szokott múlni, hogyha ilyenkor nem vizsgálják ki részletesen a beteget, akkor nem derül ki, hogy ez lehet a szklerózis multiplexnek az első tünete. Nyilván logikus, hogy az ilyen beteg első körben nem az ideggyógyászhoz, hanem a szemészhez fordul, és ilyenkor a szemész szokta tovább irányítani a beteget ideggyógyászatra, amennyiben ő azt látja, hogy látóideggyulladás áll ennek a látásvesztésnek a hátterében. Röviden csak ugye egy mondatban arról, hogy látásvesztés nagyon sok egyéb dolog is okozhat, tehát ezeket mind ki kell zárni, mielőtt a beteget ebbe az irányba vizsgáljuk tovább. Tehát ez az egyik nagyon gyakori tünet, de bármilyen tünet jelentkezhet, ami a központi idegrendszernek a működés zavarát jelzi. Tehát például lehetnek gyengeség, bénulás végtagokon, esetleg mindkét alsó végtagon, fél oldalon, esetleg egy végtagon. Ugyanilyen eloszlásban zsibbadások is lehetnek arcon, kézen, lábon, törzsön. Ezek lehetnek ilyen kellemetlen, fájdalmas érzések is, esetleg idegzsábára emlékeztető, hasogató fájdalmak. Illetve viszonylag gyakori még a mozgáskoordináció zavara, ami egyensúlyzavarban, forgószédülésben, ehhez társuló hányingerben is megnyilvánulhat. Látási problémáknak egy másik megnyilvánulása a kettős látás, ami abból adódik, hogy ilyenkor a két szemnek az együttmozgása károsodik. Valamint inkább a későbbi stádiumban jellemző az, hogy a vegetatív működések, tehát például a vizelet ürítésnek a zavara megjelenik. Aztán, hogy a betegség halad előre, úgy ezek a tünetek a legkülönbözőbb kombinációban jelentkezhetnek, mivel minden egyes ilyen rosszabbodás után visszaszokott maradni valami az előző tünetekből, aztán ehhez hozzáadódik a következő rosszabbodásból visszamaradt tünet. A betegség lefolyásáról mindenképpen kell pár szót ejteni, mint mondtam, általában ez visszatérő epizódokban jelentkezik, és közte akár a beteg lehet teljesen jól is, úgyhogy ő neki semmilyen panasza nincs, csak a neurológiai vizsgálattal meg tudjuk állapítani, hogy itt valószínűleg zajlott korábban valami. Ugyanakkor vannak más formái is, amelyeknek a prognózisa, illetve a kezelése is
eltér ettől. Tehát van olyan formája sajnos, ami egy fokozatos, egyenletes romlásban nyilvánul meg, ilyenkor a kezelésnek is sokkal szerényebbek a lehetőségei. Meg lehet jósolni egy adott páciensnél a betegség lefolyását? Amikor a betegség indul, akkor általában nem. Tehát valamennyi időnek el kell telni a betegség kezdetétől ahhoz, hogy lássuk annak a dinamikáját, hogy például az első 5 év alatt hány ilyen rosszabbodás következik be, illetve ezekből a rosszabbodásokból mennyi tünet marad vissza. Tehát az első ilyen rosszabbodás során, amikor diagnosztizáljuk általában a betegséget, nagyon óvatosan szabad csak prognózis mondani, pontosabban én inkább azt mondom, hogy nem szabad. Mert a betegségnek meg kell mutatnia, hogy milyen természetű. Ugyanis nagyon szélsőséges lefolyási formákkal találkozunk, a legrossz indulatuktól a legenyhébbig. És azt az elején nem biztos, hogy tudjuk. Milyen vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy diagnosztizálják a szakemberek ezt a betegséget? Az ideggyógyászati vizsgálat után, amely során fölvetjük egyáltalán a gyanúját a betegségnek, az első és legfontosabb vizsgálat az az MR, tehát a mágneses magrezonancia vizsgálat, amelynél a koponyát, illetve a gerincvelőt szoktuk vizsgálni. Ilyenkor jellegzetes elváltozásokat, úgynevezett fehér állományi gócokat látunk tipikus helyeken, tipikus formában, és ez önmagában a legtöbbször biztosítja a betegség diagnózisát. Van, amikor ez az első időszakban nem egyértelmű még, mert viszonylag szerények az elváltozások, ilyenkor lehet szükség kiegészítő vizsgálatokra, például agyvízvételre, illetve különböző elektrofiziológiai vizsgáló módszerekre. Ejtsünk szót akkor a kezeléséről is, gyógyítható-e véglegesen ez a betegség, és ha nem, akkor milyen kezelési módszerek léteznek? Tehát a kérdés, a válasz az, hogy nem gyógyítható, tehát a beteget ebből a betegségből kigyógyítani véglegesen nem lehet, kezelni lehet. A kezelésnek azonban többféle formája van, és ezeknek különböző a célja. Tehát amikor valakinél egy hirtelen akut rosszabbodás alakul ki, ami mondjuk néhány óra, néhány nap alatt elér egy bizonyos stádiumot, amiben a beteg néhány hetet, hónapot eltölt kezelés nélkül, akkor szoktuk azokat a kezeléseket adni, aminek az a célja, hogy ezt a rosszabbodást minél jobban lerövidítse. Tehát, hogy ne hetekig, hónapokig, hanem mondjuk csak egy hétig legyen a beteg ebben az állapotban. Tehát ez elsősorban szteroid, tehát erős gyulladás csökkentő kezelést jelent, amit infúzióban alkalmazunk általában 5 napon keresztül. Ezt az akut gyulladást megszünteti, vagy lecsökkenti, és a betegnek a tünetei, panaszai sokkal hamarabb javulnak, mint enélkül. A másik formája kezelésnek az úgynevezett immunmoduláns kezelés, ami így nyilván nem sokat mond, ez annyit jelent, hogy a szervezetnek az immunrendszerét, ami tulajdonképpen a betegségnek a kialakulásért felelős, tulajdonképpen arról van szó, hogy az immunrendszer elkezd védekezni az idegrendszernek bizonyos elemei ellen, és ez okozza a gyulladást. Tulajdonképpen ez egy ilyen félresiklása ennek a működésnek, és ezt leszeretnénk állítani, vagy legalábbis lelassítani, és ezek a kezelések ezt szolgálják. Tehát ezek vagy infúziós, vagy injekciós, vagy pedig tablettás kezelések, amit a beteg folyamatosan vagy kúraszerűen kap, annak érdekében, hogy minél ritkábban jöjjenek ezek a rosszabbodások. Ettől függetlenül természetesen, ha jön a rosszabbodás, akkor megkapja azt a szteroid kezelést, amit egyébként is kapna. A harmadik pedig az a tüneti kezelés, amit az egyes szövődményeknek a kezelésére alkalmazunk, tehát például valakinek súlyos izomfeszülés alakul ki a lábán, akkor izomlazítókat adunk, a különböző fájdalmas vagy zsibbadásos jelenségekre speciális gyógyszereket adunk. Tehát ezzel tulajdonképpen nem gyógyítunk semmit, csak a tüneteket mérsékeljük szubjektíve. Mik válthatnak ki a betegség lefolyásában rosszabbodást, illetve van-e valamilyen életmódbeli tanács, amivel ezt meg lehet előzni? Igen, hát ugye a betegség az megy a maga útján, de ez bizonyos külső tényezők tudják provokálni. Tulajdonképpen minden olyan külső vagy belső hatás, ami az immunrendszert megbolygatja, az a betegséget tudja aktiválni, tehát egy újabb gyulladásos gócot hozhat létre, a betegség fellángolását eredményezheti. Mik ezek? Tehát bármiféle fertőző, lázas betegség, az provokálhatja a betegség fellángolását. Tehát, hogy egy ismert szklerózis multiplexes betegnek bármilyen fertőzése, lázas betegsége van, ott nagyon szigorúan ezt a betegséget kezelni kell, a lázat lecsökkenteni, csillapítani és az okot megszüntetni.
A másik pedig mindenféle olyan, ami a test sértését jelenti, tehát akár baleset, akár műtéti beavatkozás, ez mind provokálhatja a betegséget. Tehát olyan műtéteket, ami nem feltétlenül szükséges, tehát most gondolok itt esztétikai beavatkozásokra, azt nem feltétlenül kell erőltetni a szklerózis multiplexes betegnél, mert kiválthatja a betegség rosszabbodását. Nyilván a baleset veszélyes helyzeteket is kerülni kell, mert a baleset az ugyanígy hat. Illetve még arról érdemes talán beszélni, hogy a terhességgel kapcsolatban azért korábban más koncepció élt a betegség kapcsán. Tehát régebben azt mondták, hogy a szklerózis multiplexes nő az ne legyen terhes, mert a terhesség, illetve a szülés az egyértelműen a betegségét rontani fogja. Most annyiban változott a koncepció, hogy magát a terhességet azt nem ellenjavalják. Nyilván ez azért megfontolás kérdése, mert maga a szülés az kihozhat egy rosszabbodást, de végsősoron a betegségnek a hosszú távú kimenetelét nem fogja rontani. Érdekes egyébként, ami sok más betegségben is így van, hogy a terhesség alatt viszont általában teljesen nyugalomban van, tehát nem jelentkezik rosszabbodás. Illetve, hogy említette, hogy nem minden páciensnél ugyanolyan a betegség lefolyása, tehát akkor egy ilyen pozitív kicsengése legyen végül a beszélgetésünknek, hogy vannak olyanok, akiken tünetmentes a betegség? Igen. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert azt hiszem, hogy egy elég negatív kép él a köztudatban erről a betegségről, ami szerintem annak köszönhető, hogy általában azokat az eseteket látjuk, akiknél nagyon látványos, rosszindulatú a betegség lefolyása, tehát néhány éven belül tolószékbe kerülnek, tehát sok emberben a szklerózis multiplex az a tolószékkel nagyjából szinoníma, ami abszolút nem így van. Tehát rengeteg olyan beteg él köztünk, akiről nem is sejti senki, hogy ez a betegsége van. Sőt, olyan is van, akinél egy életen keresztül szinte tünetmentes a betegség, és csak véletlenül derül ki, mondjuk 60-70 éves korában, amikor csinálnak neki teljesen mindegy, valami teljesen más ok miatt egy MR vizsgálatot. Persze ilyenkor kérdés, hogy rámondjuk, hogy ez szklerózis multiplex, de az MR kép az ugye annyira jellegzetes, hogy ezt nem nagyon szoktuk mással összekeverni. Tehát ilyen lefolyás is van. Tehát amikor erről a betegségről hallunk, pláne amikor valakinek ezt a diagnózist kell elfogadnia, akkor ezekre is érdemes gondolni, nem csak azokra a nagyon negatív példákra, amiből azért sokat látunk. Köszönöm szépen, hogy ismét itt volt és megosztotta velünk ezeket az információkat. Köszönöm szépen a figyelmet. Önöknek pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva újabb témával várom Önöket, addig is vigyázzanak egészségükre, viszontlátásra!